viszont ennél már vannak lényegesen jobb megoldások is. Tehát ami ígéretes dolognak tűnhetne később, szerintem az maga az Open Mary Project nyílt forrású vonalon, de... Open Mary Project, ha esetleg fölmész az oldalára, akkor tudsz angol nyelven mintákat meghallgatni, sőt még megmondom őszintén, leírást is fogsz hozzá találni, hogy hogyan lehet hangot készíteni hozzá. Egyetlen dolog a probléma, hogy még senki nem készített hozzá modult a Speech Dispatcher beszédmotorhoz, ráadásul ez Java alapú. És milyennek kéne lenni egy C? Hát az lenne a legjobb. Hát szerintem ez az interfész mindegyikhez, hogyha mondjátok, hogy találtok, ami jót, akkor összeköt ennek kitalálni. De biztos, hogy még nem tudom, hogy 5 éve, amikor nézgettem itt van a repo-ban, amire rendkívül volt, szintén szeretőkat, és akkor a dátum egy húzattal kb. Paraméterezésűvel egyik rosszabb, mint másik. Így van. De kinek a különbözően érzik helyes jobban, tehát ebből a szempontból is nem rossz, ha veled megkötti a rendszerbe, tudok is ilyen magas szintre is. Teljes mértékben egyetértek. Ilyen szintekbe csinálta, meg hangot, vampa generálom, azt összesen sok egymás mellett a különbözőket. De angolra az igaz, hogy én is tapasztaltam, sokkal jobb a választék, az abszolút igaz. Igen. Magyarul nem kettőt, vagy hármat találtam, hogy értelmesen. Még angolra meg kuzentjával vannak. Csak igen, az a probléma, hogy maga az adatbázis az egyik részének ugye csak ingyenes letöltés, de nem free software része az a baj ezeknek. Wi-Fi aztán már nem nagy baj, csak a disztró gemiért minden szeretik irányra. Amint az e-speaket, mert egy ilyen 2 szalabbel is van szívetizálja. Hát igen, de pont emiatt nem is tudnád nagyon részévé tenni. Viszont, hogyha mondjuk összeállítanál az open source közösség, és akkor szépen rádiktálnál megfelelő szövegeket, akkor azt kiadhatod egy open data license alatt, UDBM-ként, és akkor azt már is beteheted a disztribúció. Összefoglaltunk, aztán kitaláltunk, amit ennyi szépen csengő hangja van. Ehhez kapcsolódóan lenne egy hozzászólásom, Kelemen Gábor vagyok. Pár évvel ezelőtt egy ismerős Mátó Péter felajánlotta, hogy az ő feleségének nagyon szép hangja van, és hogy szívesen segítene felmondani, hogy beszél, ő felveszi, összevágja, megcsinálja ezt, amit mondasz. Ez volt kb. 6 éve, és azóta sem is került ráérniük. Ezzel csak ennyi baj van. Csinálni kell. Tehát hajrá, lehetőség adott. Ezért mondtam én is. Ez egy állandó út egyébként, hogy szövegrészetekből aztán okoskodnak. Igen, vannak rendszerek, open source dolgok is vannak, amik, tehát elmondasz bizonyos korpuszt, és az megfelelően alapjára meg összeállítja, és akkor az alapján különböző fajta határokat, hogy eljutnak ki az emberek, az alapján előttem tud szintetizálni bármilyen szöveget egyszerűen, nem csak a felmondottak volt az összvágni. Be tanulni, de tanítani ilyen adat is, azt mondom, hogy ilyen bocsánat, rossz szok forrazni, csak kezdi időnk ebben. Még úgy, tehát ebben a területben nem vagyok jártos. Tehát néhány órát átveszi, nem tudom, 8 órányi szöveget, de lehet, hogy az egy húzamban, tehát egy pár napon belül, mert ha más kihentséggel veszi az ember, akkor tudják lesznek a szövegek. Tehát rámond ilyen majdnem egy random szöveg, de azért irányított szöveg, egy random szöveg, ezt rámondja, utána abból bármit le tudnám csinálni. Yeah. És ezt programgenerálni ezt inkább kézzetre hallgatni. Még azt kérdezem, hogy mivel fejlesztesz? Milyen szerkesztő eszközzel, mert azért ez programfejlesztés jelent, gondolom valamilyen... Én megmondom őszintén, hagyományos szövegszerkesztőt használok, és magát a kódot azt futtatom. Tehát én régen is így csináltam, nekem ez rögződött be, így egyszerű. Tehát magában a képernyőolvasóban például, ha Python kódot írok, akkor be lehet kapcsolni, tehát hogy az indenteket mondja, tehát hogy mennyi van behúzva, tehát hogy hogy van tagolva maga a kód, innentől kezdve viszont elég hatékony, legalábbis nekem. Melyik szerkesztőd? Teljesen mindennyit használsz. Tehát bármit, persze. És 4 szó közt vagy tabulátort használsz? Mikor milyen kedvem van?
maradjunk ennyibe. Hogyan tudod, hogy hol jársz? Mert azért abban eligazodni, gondolom azért más, mint te egy most. Mint egy weboldal szövegének a felolvasása, vagy ugyanaz, mint egy szövegmező? Ugyanaz, persze. És az hogy néz ki, mert itt nem a bemutatóból ott felolvasta a fejlécet, de az, hogy egy szöveg... Én úgy csináltam itt, hogy milyen felolvasom a szöveget. Mondjuk, nézz ide! Így. Akkor mindig egy szót olvas elő, ha belőlegülsz? Nem, hát ha mondjuk most a fölfelé-lefelé nyillalmozódsz, akkor a sort olvassa. Ha kontroll jobbrával, kontroll balrával mész, akkor szavakat olvas. Tehát ugyanazok a navigációs megközelítések megvannak, mint amikor te a normál kurzorral, tudod, a billentyűzetről ugrálsz szavanként, karakterenként STB, csak itt az a különbség, hogy maga a képernyőolvasó ki is mondja, amit csinálsz. Ha meg karaktert ugrasz, akkor meg pont a karakter, tehát igen. Igen. Azért itt nem olvasnék kódot, mert... Ezzel kapcsolatban, ha esetleg irít használ valamit, egy pálycsávot, egy rekrészet, vagy ilyesmit, akkor arra van egy megoldás, hogy mondjuk a linter szemantikus szintetikai elemzés kiegészítőnek az üzeneteit is kiolvassa. Tehát mondok egy példát, hogyha mondjuk elgépeltem mondjuk a változó nevet, vagy valami ilyesmit, és ott piros rában van húzva, és fölnézem reggélre, és akkor úgy előbukkan az, hogy nem fog fordulni. Hogyha megfelelően föl van címkézve, tudod, maga a túltip, akkor a képernyőolvasó ki fogja mondani. Én speciális kérdésem lehet, hogy például térképes alkalmazás, hogy baboknak létezik, vagy ilyen, ez nem tudom, hogy lehet, hogy egy kérdés, csak megkérdezem. Térképész, azt kell tudni róla. Szerintem nem. Ha csak magának az adott megközelítésnek nincsen szöveges leírása, de én kifejezetten ilyen alkalmazásról nem tudok. Tehát ami akadálymentesen használható. Honlap szinten van ilyen megoldás, tehát ami a Google Maps-et használja útvonal tervezésre. Köszönöm. Szívesen. Köszönjük szépen akkor a Attilának az előadást, és kérdéseket.